Én is köszöntöm az összes nézőnket, a gyülekezetet, de elsősorban a gyerekeket. Remélem, hogy tényleg nézitek, mert különben furcsa ezt így tartani, úgyhogy ha esetleg majd kérdezek valamit, akkor nyugodtan válaszoljatok a szüleiteknek. Úgy gondoljuk, hogy fogtok, vagy legalábbis én úgy gondolom. Ahogy hallhattátok, meg emlékeztek az elmúlt hetekben, arról volt szó, hogy Isten hogyan van jelen a személyes és a gyülekezeti életünknek a növekedésében. És most és a következő hetekben meg arról lesz egy kicsit szó, hogy de ehhez mi a mi felelősségünk. És ahogy ezen gondolkoztam, az itt a szembe először is, hogy hát mi is az, hogy felelősség. Mit, mit, gondolnátok, hogy, mi, a, mi hogy, hogy definiálnátok azt, hogy felelősség. És ehhez próbálok most nektek egy-két példát hozni. És az egyik az, hogy ö, arra gondoltam, hogy ha mondjuk van egy, háziállatotok, vagy akartok egy háziállatot kérni mondjuk a szüleitektől, akkor azzal jár valami felelősség is. Például szerintetek micsoda? Hát szerintem az, hogy legyen egy helye, mondjuk, ha mondjuk időnként tisztába kell rakni, akkor tisztítsátok ki a ketrecét, adjatok neki enni, ezek akkor a ti felelősségetek lesz. És van egy másik példa is, ami eszembe jutott, amihez hoztam valamit, itt, hogyha ezt látjátok, két kis poharat. Először is most megkérdezném tőletek, hogy mi a különbség. Ha távolról nézitek, akkor lehet, hogy azt látjátok, hogy hát az egyikben van valami, a másikban meg nincs. Ha megnézitek közelebbről, akkor lehet látni, hogy hát azért ez nem igaz, mind a kettőben van valami. És ehhez e, mutatok nektek pár képet. Így nézett ki ez a két pohár még a hét elején. Nagyjából látjátok, hogy elültettem bele a magokat, és akkor elkezdtek így szépen kicsírázni. És akkor időnként lefényképeztem, hogy mi történik velük. Minden reggel, meg este talán. És lehet látni, hogy szépen növekszik mind a kettő. Néhogy az egyik gyorsabb, néhol a másik gyorsabb. És uh, így növekedtek szépen. Viszont utána, ezen a képen ha jól megnézitek, akkor látszik, hogy az egyik az elkezdett egy kicsit elszáradni, leszottyadt. És azt kérdezném, hogy szerintetek mi történt? Miért lehetett az, hogy az egyik ugyanúgy növekedett eddig, és innentől az egyik ö, növekszik a tovább, a másik pedig nem. Gondolom, kitaláltátok, hogy azért, mert nem locsoltam meg, nem adtam neki vizet, és elszáradt. Ezen a képen talán még jobban látszik, hogy idővel még nagyobb volt a különbség. És ez arra hoztam példának, hogy Isten adta a növekedést itt is, de hogy nekünk is van egy kicsi felelősségünk. Itt ugye az volt a felelősségünk, hogy először is előtessük a magukat, utána meg az, hogy locsoljuk, vagy megadjuk a neki szükséges körülményeket. És ezzel kapcsolatban kapcsolatos az igeversünk is. Ezt Pál írja, hogy én ültettem, Apólós öntözte, de a növekedést az Isten adta ezt a korintusi levélbe írja Pál, úgyhogy ez azt jelenti, hogy az ültetés, itt tennél a példánál, és az öntözés az a mi felelősségünk, az az embernek egy kicsi munkája felelőssége, viszont a növekedést, ami a lényeges dolog, azt Isten adta. És ugyanúgy a növény életébe, és ugyanúgy a mi életünkbe is ez így van. Úgyhogy elmondom még egyszer, elolvasom az igeveset. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. És most az elmúlt hetekben van ilyen, hogy feladatotok is van, hogyha szeretnétek megcsinálni, akkor megcsinálhatjátok. És arra gondoltam, hogy most is lenne egy ilyen feladatotok, hogyha van kedvetek, akkor ültessetek el valamit. Akár egy kis virágot, vagy akár csak füvet, vagy akár bármilyen kis növényt, biztos a szüleitek segítenek ebben és küldjetek, küldjetek egy fotót akkor, amikor elültettétek, és küldjetek egyet egy-két hét múlva, amikor már egy kicsit kinőtt a infokatvesi.hu, uh, talán te az e címet megtaláljátok, arra a címre, ha elkülditek akkor kaptok valami kis jutalmat. Ami még nekem is meglepetés, hogy mit kaptok, de azt mondták, hogy kaptok, úgyhogy biztos, biztos nagyon izgalmas dolog. Úgyhogy bátorítok erre, hogy figyeljétek, hogy hogyan növekszik, és ami a ti felelősségeket, felelősségetek, a ti munkátok, az, hogy néha locsoljátok meg, azt csináljátok és figyeljetek oda rá.